Pénteken Békés László szaxofon előadásával nyitották meg Horváth Roland kiállítását Pillanatrekord Nyugalom tetőfokon címmel. A művész első alkalommal mutatta be festményeit városunkban. Valójában ez a félreolvasható, de mindenképpen egy állapot. Tehát valójában a festőségre vonatkozik, amennyiben az ember megfelelő helyen, megfelelő időben és a színkavalkádok között így, vagy úgymond megtalálja azokat a pontokat, amiket érzelmileg is meg olajfesték által is ábrázolni tud. Horváth Roland elmondása szerint festményei olyan elvontak, hogy azonosulni a művein látható képi világgal csak azt tud, aki hasonló érzelmi világgal rendelkezik. Majsai Réka művészettörténész volt, aki a festőművész kiállítását megvalósította az Új Magyar Képtárban Szűcs Erzsébet sorozatának folytatásaként. Még mindig egy ilyen egy lélegzetvételnyi gondolatnak engedtek teret, és általában vagy arról szólt, hogy az adott művésznek a legfrissebb munkái kerülnek kiállításra, vagy egy sorozat, vagy egy éppen aktuális kérdést firtató műegyüttes, amit ott bemutatásra kerül, és ezt folytatva gondoltuk úgy, hogy akkor most meghívjuk Horváth Rolandot is. A Barcsay és Herman Lipó díjas festő kiállítását december 3-ig csütörtöktől vasárnapig 10 és 18 óra között tekinthetik meg a Megyeház utcai kiállítóteremben.